Sziasztok! A mai videóban megmutatom, hogy hogyan készült el ez a málna ágacska akvarellel és színes ceruzával. A mai kevésbé egy oktató videó lesz, inkább a festési folyamatomat szeretném megmutatni nektek, de ha mégis szívesen megfestenétek velem, akkor a blogkönyvtárba valós időben is feltöltöttem ezt a videót, ott vissza tudjátok nézni. Minden szükséges linket megtaláltok a leírásban. Emellett köszönet jár minden tanítványomnak, aki részt vett workshopomon vagy online kurzusomon, mert nélkülük nem lenne időm rá, hogy ilyen videókat készítsek, úgyhogy nagy-nagy virtuális ölelés nektek. Amikor valamilyen komplikáltabb dolgot festek, akkor az első lépés általában az, hogy nagyon halványan felteszem az alapszíneket. Ugye az akvarell nehézsége, hogy mivel átlátszó, ezért nagyon nehezen javítható, nem lehet rátenni egy fedőréteget ott, ahol az ember elbaltázza. Éppen ezért dolgozom először halványan, mert hogyha ezen a ponton elrontok valamit, akkor még könnyebben tudom korrigálni, mint hogyha egyből a legsötétebb színt kenném fel. A málna egyébként nekem sokáig egy ilyen mumus volt, elég trükkös úgy festeni, hogy tényleg málna hatása legyen. Erre egyébként úgy jöttem rá, hogy amikor különböző projektekhez málnát festettem, rendszeresen kétszer kellett megfestenem, mert elsőre sosem lett jó. Ahogy megfigyeltem, meglepő módon a bogyók közti részek világosabbak, mint a külső fele, ami egyébként az én józan paraszti eszem szerint teljesen ellentmond a fizika törvényeinek. Minden esetre ezért folytattam a képet ezekkel a részekkel. Később egyébként rájöttem, hogy ez egy túl sötét piros volt, hogyha most újra csinálnám, itt még biztos valamilyen világosabb színt használnék. Úgy dolgozom, hogy a fehéren maradó részek többé-kevésbé bogyó alakúak maradjanak, a köztük lévő lukakat töltöm ki ezzel a pirossal. A harmadik málnám éretlen, úgyhogy itt a pirosat lecserélem zöldre. A következő lépésben a bogyókat kezdtem el kitölteni. Itt a gömb árnyékolásának a szabályait igyekeztem alkalmazni, a szín pedig egy ilyen hideg rózsaszínes piros. A málnának ez az egyik jellegzetessége, hogy nem egy ilyen égő meleg piros színe van, mint például az epernek, hanem egy sokkal rózsaszínebb árnyalat. Én piros és lila keverékéből állítottam elő ezt a színt, de hogyha mélyebben elmerülnétek a rózsaszínek keverésében, akkor erről készítettem egy komplett videót, ezt ide is linkelem a jobb felső sarokba. A második málnán nagyobb bogyókat hagytam magamnak, ami határozottan megkönnyíti a munkámat, de még itt is kicsi ecsetet használok. Ilyen sok apró bogyónál biztos, hogy nem használnék nagy ecsetet, mert nem cél az, hogy nagyon sok víz kerüljen a felületre, hiszen akkor képtelenség kontrollálni, hogy mi történik. Még lenne mit árnyékolni a bogyókon, és erre mindjárt vissza is térek, de előtte adok némi árnyékot a kis leveleknek. Itt a sorrendben nem kell túl nagy logikát keresni, általában csak arra figyelek, hogy az egymás mellett lévő elemek ne folyjanak össze, de ettől eltekintve azzal haladok, amihez éppen kedvem van. Mivel a nagy levelek már megszáradtak, ezért fel tudok tenni egy alap árnyékot oda, ahol a levelek egymásra fednek, a felső pedig árnyékot vet az alsóra. Ehhez már egy nagyobb hegyes ecsetet használok, ami több vizet tud feltenni a lapra. Ezen a ponton elég erőt gyűjtöttem, hogy folytassam a málnákat. Ezt a sok kis bogyót az ember nagyon könnyen elunja, ezért is foglalkoztam a levelekkel az előbb. A málnákhoz még egy sötétebb lilás árnyalattal adok plusz kontrasztokat, így jobban kijön, hogy a köztük lévő részek tényleg világosabbak. Ez egy igazi türelemjáték, kb. Olyan, mint egy fürt szőlő vagy egy hortenzia festése, szóval gyengébb idegzetűeknek nem ajánlom. Ezen a ponton a málnák már nagyjából elkészültek, de a leveleknek még nagyon sok részlete hiányzik, elsősorban a kontrasztok. Éppen ezért keverek egy sötétebb zöldet, és a kis leveleknek kis ecsettel, a nagy leveleknek pedig nagy ecsettel adok egy adag kontrasztot. Itt már bátrabb voltam a színekkel, az alapszínhez képest egy jóval sötétebb árnyalatot adtam a levelek tövének. Ezt a színátmenetes hatást már sokszor láthattátok itt nálam, ez az egyik kedvenc összefolyatós technikám.
A levelek erezetét megint a legvékonyabb ecsetemmel teszem fel, amikor már minden levél megszáradt. Igazából szerintem ez a leginkább ilyen illusztratív elem ezen a képen. A levélerezet még mindig egy kényes téma nálam, nagyon sok változatban kipróbáltam már, de még nem találtam meg a tökéletes módszert. Minden esetre itt nem annyira a fotorealizmusra törekedtem, ezért is engedtem meg magamnak ezt a kicsit lazább stílust. Itt ugye fontos, hogy az erezett zöld egy picit sötétebb, mint a levél alapszíne, különben nem látszódna, de nem is túl sötét, mert akkor meg túl nagy lenne a kontraszt. Amikor minden megszáradt, akkor jön be a képbe a színes ceruza. Ezt a technikát sokszor alkalmazom, mert egy hegyes ceruzával sok egyenetlenséget tudok korrigálni. Lényegében az történik, hogy extra kontrasztot adok oda, ahol hiányérzetem van, és ami túl pici ahhoz, hogy az ecsettel piszmogjak. Tapasztalatom szerint ennek az a trükkje, hogy az ember a megfelelő színű ceruzákkal dolgozzon. Egy ilyen standard 12-es színes ceruza készletben mindenféle neon színek vannak, amik szerintem semmire nem jók, ezért én inkább darabra veszem őket művészellátóból szín szerint, illetve ezek, amiket itt láttok, egy 36-os készletből valók, ebből válogattam ki a kedvenceimet. Általában nem vagyok nagyon bátor a színeket illetően, de itt most azt éreztem, hogy ez a kép egyszerűen nem elég érdekes, ezért a nagy levelek találkozásánál, illetve ahol komolyabb kontrasztot szerettem volna látni a zöldek között, egy sötétkék ceruzával emeltem ki. Ha egy meleg zöld festett felületre sötétkék ceruzával rajzolok, az lényegében ugyanolyan, mintha sötétkék festéket kennék rá, a színkeverés pontosan ugyanúgy működik. A sötétkékem egyrészt tompítja, másrészt hűti az alap meleg zöldemet, és ettől egy kontrasztosabb felülethatár alakul ki. Még pár plusz piros vonalat kapnak a málnáim, és ezzel kész is vagyok. Hogyha netán ti is megfestenétek ezt a málnát és megosztjátok, ne felejtsetek el megjelölni a bejegyzésben, hogy én is láthassam. A jövő héten egy avokádót fogunk festeni lépésről lépésre, úgyhogy ha ez érdekes lehet nektek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára és a kis csengő ikonra kattintani, mert így biztos, hogy nem maradtok le róla. Köszi, hogy jöttetek ma! Sziasztok!